Az irodalomterápia a művészetterápia egyik ága, melynek keretében különböző szövegekből kiindulva önismereti utazásra indulnak a foglalkozás résztvevői. Berényi Emőke mindmáig az egyetlen okleveles irodalomterapeuta Vajdaságban. Bárki jöhet 16-tól 96 éves korig, kortól, nemtől és bármiféle érdeklődéstől függetlenül, ugyanis még az sem kell hozzá, hogy különösebben szeresse az irodalmat, mert hogy itt nem egész könyveket fogunk elolvasni, hanem egy-egy rövid szöveggel, általában verssel dolgozva arra fókuszálunk, hogy hogyan érint meg az a téma, amit fölhoz bennünk az adott szöveg. A résztvevők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy jól érezték magukat, és szívesen eljönnek a következő foglalkozásokra is. Ebben a nagy rohanásban úgy éreztem, hogy ez most nagyon jól fog esni, hogy egy kicsikét kikapcsolódjak, gondolkodjak, lenyugodjak, lecsillapodjak. Voltam már irodalomterápiás foglalkozáson, és most is, mint akkor, mindig hát félek, mielőtt elmegyek ilyen helyekre, de útközben ezt így sikerül megnyugodnom. Lehet, hogy volt, aki azért jött, hogy valamit hazavigyen. Én mondjuk egy megerősítést kaptam. A Petőfi Sándor MMK-ban az első múlt havi foglalkozás iránt nagy volt az érdeklődés, így gyorsan megszületett a döntés. Mostantól havonta egyszer lesz 2 órás időtartamú biblioterápia a telepen. Átgondoltuk, hogy milyen élményeket tud nyújtani a könyvtár a 21. század emberének, és rájöttünk arra, hogy ez nem csak abból áll, hogy egy könyvet kibérlünk, és a 4 falunk között elolvassuk és átéljük az olvasott szöveget, hanem mennyivel fontosabb lenne ezt esetleg megosztani másokkal, elgondolkozni egy-egy szövegen. Az irodalomterápiás csoporthoz bárki csatlakozhat, a foglalkozások ingyenesek, az előzetes bejelentkezés azonban kötelező a képernyőn látható e-mail címen. A foglalkozások időpontjáról és további részletekről az Olvasd Magad Facebook oldalon lehet informálódni.